első fejezet, a hétágú szigony. Rizsát és bandáját ismeri egész Egérváros. Útcsokat, betört ablakok, feldöntött kukák, összefirkált fallak jelzik. Ha felbukkannak a piacon, az árusok rémülten takarják le portékájukat, de még a kikötői sirályok is víjogva menekülnek, ha meglátják a mindenre elszánt egércsapatot. A városi pandúrok régóta próbálják nyakon csípni őket, de rizsáiknak eddig még mindig sikerült eliszkolniuk, ismerik a város összes rejtek helyét. Most is éppen portjára készülődnek. Rizsa, a mindenre szánt izmos banda vezér, új ötlettel állt elő. Ma a kikötőbe megyünk. Levegőzök egy kicsit, röhögött Bumbu, az alvezér. Sétálgató, nézelődött, boldogatott Rizsa vigyorogva, aztán elkomolyodott, elnézünk a hétágú szigonyhoz. Miért, mi van ott? Érdeklődött Bumbu. Volt a múltkor egy kis összetűzésem a kocsmárossal, és rámuszította a pandúrokat. Hát most majd elhozzunk tőle valamit, amit nagy becsben tart. Nagy balhét tervezel? Vakarta meg a fületövét Bumbu. Ígérem, nem fogtok unatkozni, mondta titokzatosan Rizsa. A banda tagjai lelkesen füttyögtek, kurjongattak. Rizsa mindig izgalmas gazdetteket eszelt ki, most is becsúsztatott valamit a bőrzsákjába, de hogy mit, azt nem árult el senkinek. Hosszú mozgékony farkával intett Bumbónak, hogy indulhatnak. Az egérbanda talpra szökkent, és elszántan megindultak a kikötő felé. Egy kőhalom mögül szakadtnak drágos csíkos pulóveres kisegér leselkedett. Izgatottan hallgatta Rizsa szavait, és amikor banda befordult a következő sarkon, utána kerett. Útközben beletúrt a nadrágjába, hát ha talál benne valami rágcsálnivalót, de csalódottan vette tudomásul, hogy szokás szerint üres a zsebe. Ha Rizsa bevenne a bandába, biztos mindig lenne, mit tennem, gondolta ábrándosan. Aztán összeszorította a fogait. A végén úgyis bevesznek majd. Megmutatok nekik, mit tudok, és mire nagy leszek, banda vezér lesz belőlem. Elszántan léptelt a banda után, napok óta árnyékként követte őket mindenhová. A banda bekanyarodott a kikötői bazár sorra. A sor elején kosár és gyékény fonok bódéjáltak, és a barátságosan integetett a megrendelt árusoknak. Bumbóza a vezére közben felkapott egy nádlevelekből font kosarat, és a következő árushoz érve néhány marok datóját dobott belé. Zikó, a barátja, két mandarin csent el a túloldalon. A legvékonyabb sárga fogóegér hatalmasat rugott az út szélén álló kukába. Fékezd magad, Nudli, ide ne csődítsd a pandórukat idő előtt. Szólt hátra Rizsa, de miközben beszélt, a farka kint nyúlt a soron következő meg és pult felé, és észrevétlenül elemelt egy zacskó sós pisztáciát. A következő pillanatban már fogával bontogatta a finomságot. A kisegér szorosan a banda nyomában haladt. Egy pillanatra sem tévesztette volna szem elől Rizsát. Elismerően csettintett Rizsa pisztáciás szerző mutatványa látta. És már kunkorította is a farpincáját, hogy ő is kipróbálja a trükköt. A banda közben az öreg kuruzsló sátra elé kanyarodott. A vénegér az öklét rázta feléjét. Takarodjatok, én még szépen mondom. Tudom, hogy múltkor kiloptátok el azt a zsák durranóport, meg a kenőcsömet. És felröhögött, és intett a többieknek, hogy haladjanak tovább. Az öreg csúnya szitkokat küldött utánuk. Annyira belemerült a kiabálásba, hogy észre sem vette a banda mögött baktató kölyköt. A
Kisegér az öreg mellett elhaladva kinyújtotta a farkát, ahogy Rizsától látta. Egy gyors mozdulattal rácsavarintotta az első üvegcsére, amely a sátor előtt lötterít egy gyékénnyel állt. Egy rántás, és a kis üveg már a nadrágja zsebében lapult. Az öreg még mindig az öklét rázta, a kisegér pedig huncor vigyorral követte Rizsájékat. Ezt is megtanultam. Használra leszek majd Rizsának, ha bevesz. A banda közben befordult a mólóhoz vezető keskeny utcáskába, itt állt ugyanis a hétágú szigony nevezetű kocsma, Rizsájék manyú úti célja. Vastag töltyfajtó fölött vörösre festett hétágú szigony lógott vasláncra erősítve. Rizsa intett, hogy álljanak meg. Színpadias mozdulattal is szigény nem mutatott. Na, mi szóltok? Hát nem piskóta, bólogatott elismerően Nudli. Tudom, hogy nem piskóta, te ütődött. Azért vagyunk itt. Ez a szigony kell nekem. Kinek van még valami ötlete? Bumbó homlokát ráncolta. Nem lesz könnyű ellopni onnan. Ha könnyű lenne, Nudlit küldtem volna egyedül, legyintett Rizsa. Bumbu hangosan gondolkozott. Azt még el tudom képzelni, hogy észrevétlenül lefőrészeljük a láncról. Felmászni könnyű, és senki nem fogja meghallani a főrésznyi korkását, mert itt van nálam a némító kemics, amit múltkor a vén kuroslótól loptam. De hogy fogjuk elvinni innen? Ezt hatan se bírjuk felemelni. A pandúrok még simán utolérnek, ha ezzel menekülünk. A banda tanácstalanul állt. Rizsa megvetően köpött egyet. Senkinek sincs egyéb kézláb ötlete? A bandatagok a lábújukat bámulták. Senki sem mert ránézni Rizsára. A hátuk mögött azonban hirtelen megszólalt a kisegér, aki eddig észrevétlenül követte a bandát. Ide kéne hozni ezt a kisköcsit, ami a bazársor szélén áll. Az ajtó elé állítjuk, tele van szalmával, senki sem hallja meg, ha erre zuhan rá a szigony. Aztán csak le kell tolni, két egér is elég hozzá. Még futni is lehet vele, mindenki odafordult, mi csak a kölyök álmod, Zikó, te még mindig utánunk koslatsz. Rizsa azt mondta, ha bár elég ügyes leszek, beállhatok, vont vállat a kicsi. Napok óta úgy követlek, hogy nem vettetek észre. Ellestem a trükkjeiteket, tudok lopni, lopakodni, csúszlivel az utca túlsó oldaláról kilövök bármilyen ablakot. És mindig vannak ötleteim, nézett Rizsára. Rizsa elgondolkozott, rendben van, segíthetsz, aztán majd meglátom, beveszlek-e. Értettem, főnök, csapta össze a kölyök katonásan a bokáját, akkor hozzam a kocsit, hozhatok. Zikó, segíts neki, te meg Bumbu, kapd elő azt a kenőcsöt, fűrész van nálam, intett Nudlinak, aki éppen mondani akart valamit. A banda megélénkült, ketten az utca sarkára álltak körködni. Zikó és a kölyök elrohantak kézikocsiért, amit a kisegér látott a bazárban. Bumbu ott öbbieket irányította, egymás nyakába kapaszkodva felkúsztak az ajtó felett lógó szigonyhoz. Bumbu felnyújtotta a kenőcsöt, és Puva a legférgébb bandatag jó vastagon bekente vele a láncot. És a szép komótosan kibontotta bőrsákját, kivett belőle egy kockás rongypot, csavart fűrészt, a fürge kezű Puva nekiveselkedett, és teljes erőből fűrészelni kezdte a láncot. Öten támasztották a lúrról. A kenés működött, egyetlen hangot sem lehetett hallani, pedig a fűrész már mélyen bevágta a rozsdás vasat. Mindjárt kész vagyok, jelentette Puva. Jön már az a kocsi? Ebben a pillanatban tűnt fel sarkon Zikó, és a kölyök maguk után húzva egy igencsak döcögös utőt kopott szalmás kocsit. Hé, Puva, ne fűrészelj tovább, mindjárt leszakadt a gódott Nudlés, de Rizsa leintette. Zikó és a kölyök már majdnem az ajtóhoz értek, amikor félig elvágott rozsdás lánc nem bírta tovább a szigancsúlyát, és elszakadt.
A szigony óriási dörrel csapódott az ajtó előtt a kőre. A kocsi megbillent, és neki taszította a kölyköt a falnak. Csattanásra hirtelen kinyírt a vendéglő töltfajta, és egy fehér kötényes kövér egér ugrott ki rajta. Hé, alávaló gazemberek, ordított. Hívjátok a pandúrokat, kiabált be a vendéglőbe. Bentről a kiabálás hallatszott. És az ajtóban újabb alakok bukkantak fel. Legelőbb Vojtos Benedek, a leggyorsabb tengeri vitorlás kapitánya. Mögötte pedig néhány matróz, akik éppen bent facsoráztak. A banda futásnak eredt. Rizsa gyakorlott mozdulattal felkapta a földről a bőrzsákot és a fűrészt, hogy semmi nyomot ne hagyjanak maguk után, és loholt az emberei után. Kölyök, aki a kocsi ütésétől egy pillanatra elszérült, a többiek után akart lódulni, de a kocsmáros megragadta. Most meg vagy, ereszted el, én nem csináltam semmit, visított a kisegér, és megpróbálta kitépni magát a kocsmáros mancsai közül. Nem hallja, én nem tartozom közéjük, csak erre jártam, majd a pandúroknak mesél körök, mordult rá a kocsmáros. És egyre erősebben szorította, ám ekkor váratlanul megszólalt az ajtóban Bojtos Benedek. A kapitány, kölyök tényleg nem tartozik közéjük, ezt most meg honnan veszi, uram? Honyorgott értetlenül kocsmáros. Honnan, hogy ő az én inasom, a szélkirálynőn. Erre a kijelentésre mindenki elcsodálkozott. Legjobban maga a kölyök, aki ugyan sokszor megcsodálta már a kikötő vizéringatúzó hatam, most három árbócos szélkirálynőt, de még álmában sem mert volna arra gondolni, hogy ő a szakadt utca gyerek ilyen gyönyörű hajót szolgálhatna. A kocsmáros csak mereztette a szemét, a kapitány mögött álló matrózok is igencsak bambaképet vágtak, de Bojtos Benedek félretolta a kocsmárost, és a kisegér vállára tette a kezét. Majd a hajón beszámolsz, mi dolgot volt erre, fiacskám, mondta. Sebestyén fordult az ajtóban álló egérlegényhez. Fejezzétek be a vacsorát, aztán gyertek utánunk. A szélkirálynőn találkozunk. Én visszakísérem a fiút a hajóra, nehogy megint bajba keveredjen. Sebestyén és mögötte állók bólogattak, de egy szót sem értettek az egészből. Hiszen mindannyian tudták, hogy a kölyök nem hajósínos a szélkirálynőn, és az is nyilvánvaló volt, hogy a bandával együtt próbálta ellopni a hétágú szigony cégérét. Vajon miért mentette meg Bojtos Benedek a pandúroktól? Miért hazudta az, hogy a kölyök hajósínos? Ezen tűnődött a kisegér is, miközben egy engedelmesen lépdelt a kapitány mellett. Várta, hogy a dörgő hangú potakos hajós kapitány elmagyarázza, miért segített neki. De Bojtos Benedek egyelőre egy szót sem szólt, csak fogta a kisegér vállát, és egészen a móló mellett himbálózó hatalmas vitorlásig terelte. A hajóra vezető híd mellé érve végre megállt a kapitány, összevont szemöldökkel végigmérte a kölyköt. Köszönöm a segítséget, uram, mondta óvatosan a kisegér, és megpróbált kicsúszani a kapitány szorításából. De Bojtos Benedek nem eresztette. Sokszor láttalak már a kikötőben, szólalt meg végül. Hangja szigorú volt, de a szeme barátságosan csillogott. Okos, ügyes kölyöknek látszó. Ne akarj azokhoz a semmire kellőkhöz tartozni, te többre viheted, ugyan senki sem áll szóba magamfajta csavargóval, mindenhonnan elzavarnak. Enni is csak akkor tudok, ha lopok magamnak. Fakad ki a kisegér. Ők legalább bevesznek maguk közé. Most is térben hagytak, ingatta a fejét a kapitány. Nem akarsz tanulni, dolgozni inkább? Ha kitanulsz egy szakmát, lesz munkád, nem kell lennivalót lopkodnod. Kitanítaná engem? Senkim sincs a világon, rázta a fejét mérgesen a kisegér. Teszek vele egy próbát, én magam, mondta a kapitány. Azért hoztalak el, hogy lássam, tényleg jóra való kölyök vagy-e. Elszegődhetsz mellém hajósinasnak a szélkirálynőre.
Előre szólok, hogy nem lesz könnyű dolga, sok a munka és a szolgálat nehéz, de ha becsületesen dolgozol, a végén még tengerész is lehet belőled, és a hajón igazi barátokra találhat. Kisegére eltátotta a száját, nem is remélte, hogy ekkora szerencse éri. Jár minden nap reggeli, ebéd, vacsora, sőt, ha megállod a helyed, végén még fizetést is kapsz tőlem, mondta a kapitány. De ha csalódnom kell benned, partra teszlek az első utunk belső kikötőben. Ha mit szólsz ehhez, fiam? Kezet rá, kiáltott boldogan a kisegér. A kapitány mancsát nyújtotta, kölyök bátran megragadta és keményen megszorintotta. Örvendek, fiam, mondta a kapitány, Isten hozott közöttünk. Már csak a nevedet szeretném megtudni. Rumini, húzta ki magát büszkén a kisegér.